Valójában ez az előadás egy kis továbbképzésre készült meg régebben, és ide is elkezdett lapozgatom magamnak, mert én sem tudom, hogy mennek majd a gondolataim. Tehát valójában mi is a célja az induktív és az algebrai típusoknak? Hát az, hogy én beleszerettem ebbe a témába még a multikus rendszerek órán, és gondoltam, hogy ha már Haskellben, meg Agdában lehet, akkor hogyha a Swiftet lényegében ezekből is származtatják valamennyire, akkor biztos lehet ebben is perverszkedni egy kicsit. Lehet nagyon sokat is. És gondoltam egy idő után arra, hogy mi lenne ebből az, amit egyébként egy mobil alkalmazás fejlesztő is így tudna használni, és még így profitálna is belőle. Hát például ugye az, hogy egy kis típusrendszer, ilyen tudatosságot így neveljünk az emberre, valamint tudjuk, hogy elég sok mindent rá lehet már bízni a fordítóra, és nem kell feltétlen futásidőben debugolni sok mindent, ahogy lehet, hogy látni a végén eljutunk egy olyan példához, ahol egy saját adatszerkezetet definiálunk a JSON-re, amire mi akármikor tudunk egy fordítás időben összerakott objektumot csinálni, az az elnézést, annak a generálását fordítás időben megírni, és így biztos, hogy mindig ilyen típus biztos lesz a kimenetünk, valamint input validációra is nagyon jó, de nézzük is, hogy miről szól. Tehát ugye igazából mit mond egy típus egy változóról, kifejezésről, akármiről? Te azt mondjál, hogy milyen értékeket vált fel, és ezekkel mit tudunk csinálni, milyen műveletek vannak rajta értelmezve, mit nincsenek. És hát el is jutunk az első témához. Induktív típusok mifélébb lehetnek? Olyan típusok, amelyeknek a konstruktoraival a lehető összes értéket elő tudjuk állítani. A legegyszerűbb példa erre talán a logikai. Tehát két értékünk van, két konstruktorunk, a true és a false, azon kívül úgy más nagyon nem állítunk elő. Konstruktorról beszélek, nem pedig különböző műveletekről, ez most még fontos. És hát ezen így túl is tudunk lendülni, mert ez egy egyórás előadás, vagy itt meg elmenetelek 5 percen van. Inkább beszélnék arról, hogy ugye van egy kicsit érdekesebb, aki akármilyen matek órán járt, biztos találkozott azokkal, hogy Peano számok. Ugye ez arról szól, hogy a természetes számok, majdnem valósat mondtam, akkor bajban lennék. Természetes számok összese előállítható a nulla összes rákövetkezőjéből. Így aztán, hogyha megnézzük, valójában két konstruktorunk van rá, a zero és a rákövetkező, ami vár egy természetes számot paraméterről, és akkor ugye elő is tudjuk állítani ennek a következőjét. És ugye ebből egy ugyanennek analógiának következtében el lehet jutni oda is, hogy ugye például a listák is, hogyha utána mondtuk, hogy láncolt listák ugyanígy előállíthatók az üres listával, valamint az egy jelenet összefűzve, már egy másik listát tudunk csinálni, tehát az összefűzés konstruktorral lényegében ezt létre tudjuk hozni. Egyébként, hogyha eljutnánk oda, de most sajnos nem fogunk, ez az egyik downside-ja is a dolognak, például a Swiftben, hogy beszéljek arról is. Swiftben, amikor így definiálunk induktív antikusokat, vagy itt már igazából közben összegtípusokról beszélünk, amiről mindjárt kifejtem, hogy mi is ez a röviden. Ilyenkor sajnos, tehát látjuk, hogy ezt ebben a formában enumokkal tudjuk csinálni, és az a baj, hogy ezek mind statikusak. Magyarán tabellában foglalnak helyet, és az a problémánk, hogy mindent csak érték szerint tudjuk átadni, nem tudjuk referencia szerint átadni, ami ugye probléma lehet, hogyha egy elég nagy adatszerkezetet, elég nagy objektumot csinálunk, egy, nem is tudom, 10 000 elemes listát, még úgy számokból sem feltétlen dobálgatnánk, csak úgy oda-vissza a függvények közt. De most ettől egy kicsit eltekintünk, mint mondtam, inkább input validációra láttam hasznosnak, valamint ugyanígy az output generálása például egy loghoz, akármihez, ami igazából ilyen one-time használat, és akkor úgyis be kell töltenünk ezt a memóriába, ezt a dolgot. Na is, nézzük is. Hát igen, tehát hogy látszik, hogy egy órára készült, ez itt vannak ilyenünk is, hogy lehet rá egyszerűen függvényeket definiálni. Na de ugye elmondtam azt, hogy vannak összegtípusaink, és meglepő módon lesznek szorzattípusaink is. Az összegtípus valójában miből áll? Abból, hogy mint ahogy mondtam az induktívnál, ez egy kicsit összecsempő, hogy vannak konstruktoraink. Viszont ami fontos, hogy amikor létrehozunk egy akármilyen induktív típusból egy elemet, legyen az, hát most például ne szám legyen, vagy elnézést, összegtípusból például tekintsünk egy sima enumra, egy RGB enumra, ami ugye lehet piros, kék, zöld. Amikor létrehozunk ebből egy objektumot,
akkor elég megmondanunk csak azt, hogy ez most piros lett, ez kék lett, vagy zöld lett. Vagy amikor megmondjuk, hogy valaminek milyen arányokat adunk oda, azt mondjuk, hogy a kék arányt adjuk oda, akkor kék, és akkor szépen neki zárójába adjuk, hogy ez 0,25. Ekkor egyetlen egy elemére tekintettünk konstruktornál, viszont amikor elimináljuk, magyarán ebből ki akarjuk nyerni az értékét, ebből a változóból vagy kifejezésből, akkor ugye fel kell készülnünk az összes eshetőségre, fel kell készülnünk arra. Idő? Oké, és nagyon jó, mert pont a végén elég lesen, még ha nem is úgy néz ki. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy az összes lehetőségre, összes lehetőségre mintai leszünk. Itt látható, hogy például egy show-nál fel kell készülnünk arra, hogy ha zéró van, akkor mit rakunk ki, hogyha rákövetkező van, akkor mit rakunk ki, és ugyanezt az összes többinél összehasonlítás, stb., amire semmi sok időnk nem lesz. Production tag fordítva van, tegyük fel, hogy például egy egyszerű objektum, aminek vannak adattagjai, amikor létrehozzuk, hát természetes esetben legalábbis, az összes adattagját meg kell adnunk. Cserébe, amikor elimináljuk, akkor ott az eliminációt nem mintaillesztésnek hívjuk, hanem projekciónak, ami ugye adatbázisok akármilyen óráról így ismerős lehet, ez azt jelenti, hogy egy meglévő objektumnak projektáljuk valamelyik, vagy több akármelyik adattagjára az értéket. Tehát magyarán, ahogy itt látjuk egy person-t, aki lekérdezhetjük a nevét, egyszerűen például egy p.name. És igazából, hogy azért elmondjam ezt a már kecsegtetett példát is, itt van nekünk egy egyszerű JavaScript reprezentáció, induktívan, az induktív azért most eléggé az, amivel ugye az összes stringet nem tudjuk, hogy kell előállítani, tehát egy paraméter nem feltétlenül induktív, de a lényeg az, hogy ugye egy JSON érték lehet object, lehet null, akkor lehet lista, string, szám vagy bool, ugye általában ezek, és ugye ezekre is szépen fel is tudjuk készíteni a struktúrákat, és nem tudom, hogy például ez egy stringify function, de hát arra sajnos nem volt időm megírni annó, hogy például tudunk olyat csinálni, hogy hát ez a string, ez már látszik, hogy ez egy lista akar lenni, hogy ilyen szépen kódban fel tudunk építeni struktúrát, egy egész reprezentációt. És lényegében ezt egyébként production-ben pont ugyanilyet használnak is, ha jól tudom, amit még talán nem írtam, ami egy egyszerű hálózaton, amikor elküldjük szépen az objectünket, akkor működik. Jó, most már tudom, hogy már a Swift négy ez kiadott egy alap ilyen encode és decodable, és összevonva codable, mi is ez? Hogy hívják az interfészt? Hát talán nem? Senki sem Swift-ezik itt? Akkor nagyon izgalmas az előadása. Tehát akkor van a Swift. Na igen, tehát az a lényeg, hogy egy ilyen protokollt, na igen, de kitaláltak egy ilyen protokollt, és akkor rendszer, hogyha implementáljuk, akkor egyszerűen már csinálhatunk be a dictionary-ben, meg akár akkor JSON-t. Hát én ezt még előtte csináltam, és ez viszont típusilag helyes, míg a dictionary-ben nagyon sok mindent elbír valójában. Hát nem tudom, hogy mennyire volt így ennyi időben érthető, és mennyire van kérdés, de az idő már egy is tőintett kérdés. Igen? Nincs erre valami nyelv független megoldás, mert ez nagyon Swift-specifikus megoldásnak szép, nincsen valami olyan dolog, ami általánosságban leírja, hogy egy JSON tényleg ilyen értéket vett, és az tényleg nyelv függetlenül bárhol van. Természetesen van, bár az nem feltétlen, tehát nem feltétlen algebrai lesz, hogy így tényleg akármit össze tudjunk rakosgatni, de valójában például az Apache-nak a Thrift-je, nem tudom, jól mondom, hogy THRIFT. Na, az a lip például az képes arra, és pont erre használják API generáláshoz is, stb. Hogy azt mondjuk, hogy van egy típusunk, amiben bár elemi típusokból rakjuk össze csak, és itt a kulcs szó, tehát hogy azt mondjuk, hogy int lesz, string, stb., amit ugye általában minden programnyelv felismer. Ez eddig kegyetlen megfogalmazás volt, de hát általában minden programnyelv felismer, és akkor pont azért nagyon sok plugin csináltak hozzá, hogy Pythonra, Javára, JavaScriptre, meg Brainfuckra minden részében lehessen generálni az értékeket. És ugyanígy tehát feldolgozót és generálót is ugyanúgy csinálni belőle. És ez kedvény azt a felületet, vagy ez azért nem tudom? Ez csak egy példa volt, hogy például egy közismert dolgot, mint a JSON, így lehet megírni. Egyébként nagyon sok minden másra lehet használni az algebrai adattípusokat, tehát tényleg akár,
az algebrai elliptikus, ha belegondolunk az algebra is valójában azt jelenti, hogy vannak értékeink és vannak változóink, és akkor a változókba fel tudunk használni megint változókat, tehát hogy össze tudunk kombinálni lényegében szerkezeteket. És akkor ott már nem feltétlen csak alaptikusokat. Még ha jól tudom, néha a Triftnél is vannak ilyen megszorítások, hogy nem feltétlen használhatod fel azokat, amiket eddig felhasználtál. Valamint, ami nagy előnye az algebrai típusoknak, az ott például a mintaillesztés. Ott nem fogod tudni azt mondani, hogy hát ez csak ez a féle lehet ebből a interfészből vagy akárból, tehát nem mondhatod, hogy ha A típus az B-nek az altípusa, akkor csak A lehet, mert hogyha C is altípus, akkor nem tudod, így lehet akármi. Ilyeneket nem nagyon tudsz megszorítani ott ezeknél. Jelenleg még. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdést. Másik kérdés esetleg? Így is meglepődtem, hogy volt. Köszönöm szépen.